Rég volt már használatban. Sziasztok! A Blade Runner-ről készült videónk egy kicsit új formátumot kap, ugyanis nem éppen úgy alakult a játék, ahogy azt mi elterveztük, ahogy szerettük volna. Jóval kevesebb killünk volt, mint ami egy rendes Sniper Scope Cam videóba beleférhetett volna. De maga a játék nagyon jó volt, jókat bandáztuk, jól éreztük magunkat, úgyhogy úgy éreztük, hogy megérdemel egy videót mindenképpen. Nagyon röviden a játék célja az volt, hogy az egymással harcoló rajok minél több pénzt gyűjtsenek össze, ezt pedig többféleképpen is el tudták érni. Négy helyszínen tudtak felvenni küldetéseket, és az egésznek a célja az volt, hogy minél hamarabb elérjék az 1 millió dolláros összeget. Természetesen ennél többet is lehet gyűjteni. A pénzt pedig erről a négy helyszínről lehetett küldetésekkel összegyűjteni, vagy rabolni más rajoktól, illetve találni esetleg pénzt. Kezdésnél pedig kapott minden egyes raj egy kis dobozt, amiben megtalálható volt minden a játékhoz szükséges elem. Többek között egy ilyen kis Sniper Chipanter, Sniper Division elnevezésű kártya. Ez azért volt alapvetően lényeges, részünkről legalábbis, mert mi amolyan NPC-ként vettünk részt a játékon ketten Panterral, ezzel a kártyával minket 30 percre fel lehetett bérelni, és azt a rajt segítettük, aki minket felbérelt. Azonban mi a játék folyamán azt vettük észre, lettünk figyelmesek, hogy nem igazán vannak tisztában emberek azzal, hogy kettőnknek mi is a játék közben a funkciója, miért járkál két sniper karszalagban a pályán. Nem tudták sokan, hogy van olyan opció, hogy minket fel lehet bérelni, egyáltalán vannak felbérelhető sniperek a pályán, ami igazándiból arra enged következtetni, hogy nem olvasták el a játékírást, nem figyeltek el igazításon, sőt még azt a dobozt sem nézték végig, hogy mit tartalmaznak, amiket a játék elején kaptak. Mivel a felbéreljük őket? Felbérelni? Ja. Mivel fizetünk? Kártyával. Kell egy kis erősítés? Kártyáért fel lehet minket bérelni. Van nálatok, ha kell. Kártya, van nálatok egy kártya. Kaptatok el a regnél. Ezt igazándiból nem sajnálkozásnak szánom, mert tudtuk, hogy mi a feladatunk, mire vállalkozunk. Tehát nem játékosként vettünk részt a játékon, hanem egy ilyen játékelemként. Csak furcsa volt azt látni, hogy sokan ennyire nincsenek tisztában kihasználható játékelemekkel. Egy olyan 1-2 órányi sétafikálgatás után elkezdtünk jobban kommunikálni rajokkal, hát ha esetleg rájuk tudjuk tukmálni magunkat, vagy bármilyen kis párbeszédet indítani velük, hát ha esetleg akkor felbérelnek minket. Sajnos ez magunktól az első felbérlésig nem jött össze, akkor is döme tukmált minket egy rajra. Velük egy kicsit több mint fél órát töltöttünk együtt, de sajnos éppen olyan küldetésben voltak, hogy a bankba kellett visszasietniük, így igazándiból csak kísérgettük őket. Ezután nekiálltunk tovább sétálgatni a pályán, hát ha összefutunk egy olyan rajjal, akik szeretnék igénybe venni a szolgáltatásainkat. Sajnos ez megint nem jött össze, illetve közbezavart egy kis tűzharc, aminek következtében Pontert kilőtték. Meg volt! Szerintem kifejezetten nem volt szép. Úgyhogy egy kicsit visszavonultunk, visszaállni a játékba rendesen. Ekkor adtuk le gyakorlatilag az első lövéseket, ez azért bőven játékkezdés után volt. Balra kerülnek ketten.
Balra 3 mínusz. Ezután a kis akciónk után futottunk össze a Danger Close rajjal, akik tisztában voltak a funkciónkkal, így a következő fél órát azt velük töltöttük. Gyere! Nézem a jobbat. Fiskocskáig. Túl nagy a ellenerőn. Szóval. Kerüljük ki őket! Bocsánat. Nem is fejtettem, hogy tudod. Tudni, hogy elmondtam a bászni egyedül, mert az jobb. Megmondom őszintén, hogy én szálltam, hogy gyertek utána. De büszke vagyok rá, hogy te voltál a jobb. Te szoktál ilyet csinálni, nem? Figyelj, ez is ki. Egyébként lejárt már a fél óránk. Igen. Úgyhogy... De nekik nem fél óriák. Tehát duplánál dupla vagina. Miután a Danger Close rajjal lejárt a szerződésünk, nekiálltunk tovább keresgélni rajokat, akikhez tudunk csatlakozni. Ekkor talált rá Panther egy kicsit népesebb rajra, akikre rá is tukmált magunkat. Csak bele a csomagodban a gyógyot! Csak bele ez a csomagodban a gyógyot! Azaz. Ja, tényleg van benne kártya, igen? Van. Köszike. No. Ha elértek ilyen mérföldkövet, nem tudom mennyi dollárt, akkor kaptok újat. Ja. Hát valamiért azt gondolom, hogy ki fognak lőni.
A negyedik felbérlésünk már fél év meddig eltervezetten zajlott, ugyanis egy olyan raj bérelt fel minket, AFK raj, akik tudták, hogy a pályán vagyunk, mi a szerepünk, és vártak egy olyan küldetésig a felbérlésünkkel, ami lényeges volt a számukra. Meg volt. Szi. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok föl. Sziasztok! Ez van. Drágában még jó fiatal.